Áldás békesség, áldott ünnepet kívánok a nézőknek. Isten igéjét szeretném felolvasni Lukács evangélium a második részéből, a tizedik és a tizenegyedik versszakot. Így szól hozzánk Isten igéje. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves ünneplő testvéreim! Karácsony ünnepe évszázadok óta, két évezrede már ott van a mi életünkben, az emberiség életében. Minden ember, aki remél, magába hordozza a félelmet is. Vajon megvalósul az, amit szeretne, amit tervez. Az angyal azt hirdeti, ne féljetek, mert imen nagy örömet hirdetek nektek, és ez mindenki öröme lesz. Ebben a reménységben ünnepeljük karácsony ünnepét. Ebben a reménységben az ünnep megtartásával teszünk hitvallást Európában. És ebben a reménységben biztatjuk azokat, akiknek ezer meg ezer okuk van, a félelemre, talán a menekülésre. Így biztatjuk azokat, akik Kárpátalján élnek, ne féljetek, mert üdvözítő született ma nektek. Aki ismeri gondjainkat, ismeri bajainkat, és megvált bennünket bűneinkből, és megszabadít bennünket terheink alól. Legyünk jó reménységgel, üdvözítő született ma nektek. Eltelt több mint 2000 év, és ezt a csodálatos alkalmat, amikor Isten megajándékozta a világot önmagával, nem felejtették el. Nagyon nagy hírességek születésnapja, vagy egész élete merült már feledésbe. Jézus Krisztus születésének ünnepe ma is a világ legnagyobb csodája, és ma is angyali üzenet hangzik a sötétségben, reménytelenségben élő emberek irányába. Ne féljetek, üdvözítő születet manektek! Vegyük ezt komolyan! Imádkozzunk azért, hogy ez az üzenet a mi szívünkben életet, jövőképet adjon. Ebben a hitben ünnepeljünk bátran, felvállalva Krisztusunkat, mert Ő is felvállalt már bennünket. Így kívánok áldott ünnepet minden nézőnek, minden ünneplőnek. És aki eddig talán közömbös volt, induljon el, tegyen hitvallást arról, akinek a nevét ma hallotta Jézus Krisztusról. Amen.